harmadik leosztás, ez kicsit kakuktojás a többihez képest. Itt lesz Shodan is, nyert potról van szó. Itt király 10-zel emeltem Buttonon, érkezett egy 3-bet, hát ellenfelünk 24-19, 6 és feles 3-bettel, 33-as agresszió frekvencivel, 60-as konbettel, 3-bet potba 56%-os konbettel. Nem standard nálam, hogy ilyen lapokkal kólolok. 40%-os a call 3-betem, amit ugye itt többen magasnak is tartottak, ami valószínűleg magas is. Ezekből azért pluszban vagyok összességében. De a király 10 akkor sem tartozik a standard call 3-bet range-embe. Ami érdekes talán egy kicsit, hogy túl, tehát nagyot emelt, valószínűleg tudja, hogy sokszor kólolok, ezért gondolnék esetleg sérülékenyebb lapra, nem pedig dáma pár pluszra. Ugye itt a standard egy 9 körüli, 250-re 9 körül lenne a standard 3-bet, nem szokta ő így, nem szokott nagyot 3-betelgetni, úgyhogy ez eltér egy kicsit a licit mintát, tehát az eddigi 3-betjeitől lehet, illetve van olyan line róla, hogy a 3-bet konbet nélküli potokat checkfoldolja többnyire. Illetve ilyen read, nem line, bocsánat. Én ezt megadtam, valószínűleg itt a call nem jó, ennek ellenére, de nézzük tovább, király 6-2, teljesen száraz flop, top párunk van, és passzol hozzánk. Itt ugye föl kétféle két dolgot lehet csinálni, ugye itt egyik az, hogy király alatti párja van, és check call-olna egyébként, a másik pedig, hogy check raise-elni próbál konbet helyett, ami ugye nem jellemző, bár 3-bet potbára nincs readem, de összességében 12%-os check raise, ami szerintem magas. Én itt mögé passzoltam annak reményében, hogy 3 utca value úgy sincs benne, 2 utca pedig simán meg lesz a bubi pár, dáma pár, 10-es pár, 9-es pár szerű lapok ellen. Ász királynál ugye rosszabb vagyok, ász dámával nem fog check raise-elni. Esetleg, hogyha kapunk egy dámát törne, vagy egy bubit, akkor ázbubi ázdámával úszhat még egy tempót. Tehát igazából a 3 utcából a törnt és a rivert hagytam meg. Én itt mögé passzoltam többnyire azért, hogy túlértékelje egy kicsit talán majd a lapját. Érkezik egy király, ugye, ami nagyon jó, hiszen gyengíti azt a lehetőséget, hogy nálunk király van, illetve pontosabban növeli annak esélyt, hogy az emelésünk bluff lesz, és sokkal nagyobb eséllyel fog tartani az említett párokkal, és még néha ugye ilyen boardon ugye az ázdáma is elég erősnek számíthat egy hero call-hoz. Itt hívott 18 dollár, és akkor 88 dollár van előttünk, itt nagyon fontos lesz a bet size. Alapvetően nem minirézelnék soha, vagy nem szoktam minirézelni, de itt ugye minden, ami miniréznél nagyobb, ugye 15-36 a miniréz, tehát hogyha 40 vagy 40 fölött emelünk vissza, gyakorlatilag bármennyire is bluffnek tűnik a dolog, nem fogja betenni gyengébb lappal, viszont ha minirézelünk, akkor még hiheti azt, hogy meg csak megblöfföljük, a kihagyott konbetje miatt megblöfföljük itt egy hatossal, illetve nem hatossal, az Shodan képes, de egy teljesen ászmagassal, vagy egy flush draw-val szemiblöffölünk, bár azzal se szemiblöffölnék, úgyhogy nem is tudom, mit beszélek, szóval ami a lényeg, hogyha itt minirézelünk, akkor beteheti gyengébb lappal, ha nagyobbat emelünk 45-öt, akkor gyakorlatilag látja, hogy nem fogjuk eldobni, tudni fogja egész pontosan azt, hogy nem tudjuk eldobni, tehát többször fogjuk value-ját csinálni blöbből. A minrész az ugye 18, egyrészt csalogató is, mert csak 18-at kell megadni, másrészt 50, több mint félbeülő maradt előttünk, tehát nyugodtan gondolhatja, hogy a 10-es párszerű lapja jó lesz, hiszen a király duplikálódott, blöfre tehet minket, stb. Nem ragozom túl, és ennek megfelelően rám tolta. Igazából valószínűleg, hogyha 40-et emelek, akkor is rám tolja, hiszen a bubi párt vagy jónak gondolja, vagy nem a törnre érkező királynál. Én ezt megadtam, és akkor nézzük, bubi párja volt. Nem tudom, hogyha 40-45-ig emelek, 40 és 45 közt emelek, akkor ugyanígy rám tolta volna, de így egész biztosan gondolta, vagy egész biztosnak gondolta azt, hogy jó lesz a bubi pár. Néha tartani fogok majd flush draw-val, 8-as, 10-es párokkal, ugye a duplikálódott király mellett, úgyhogy még akár value-ból is tolhatja, vagy gondolhatja, hogy lesz olyan alap, amivel tartok, és gyengébb a bubinál.
viszonylag standard parti, de itt a Bad Size mindenképp érdekes volt, hogy ritkán, de jó tud lenni a mini rész. Igen, ennyit, mehetünk is tovább.